A Baba Barát újszülött ellátás híve, gyermekkardiológus. A neve és az arca nem csak itthon, de a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület orvosaként külföldön is ismert dr. Pap István gyermekgyógyásznak. Az Életvitelben vele beszélgettem. Főorvos úr szerint a gyermekgyógyászat az egy nehéz terület? A szépnek szép az biztos, de mennyire lehet nehéz terület manapság gyermekgyógyásznak lenni? Hát nem tudom, mert az, hogy valami nehéz vagy nem nehéz, ahhoz kellene összehasonlítási alap, és én világéletemben gyerekgyógyász voltam, úgyhogy nem tudom összehasonlítani. Én nem tudnám másnak elképzelni magamat. Mi inspirálta a pályán? Kezdetben is, már gyerekkoromban vagy diákkoromban is voltam, volt affinitásom a gyerekgyógyászat felé, de végül is a végső lökést az a két csodálatos gyakvezérünk, gyakorlatvezetőnk, Lakatos professzor úr és Oroszlán professzor úr, akkor még fiatal tanársegédés adjunktus természetesen, ők adták, olyan csodálatos gyakorlatokat tartottak 5 éves korunkban, hogy a mi csoportunknak a fele gyerekgyógyász lett. Ön szerint milyen a magyar gyerekek egészségügyi állapota? Ugye ez egy nagyon széles spektrumú kérdés tulajdonképpen, hogyha életkorokra bontanánk, akkor más és más választ kapnánk. Rendkívül változó, függ a szociális környezettől, a családi háttértől, az, hogy van-e valamilyen alapbetegsége, hogy jött a világra, milyen körülmények között. Manapság egy 5-600 grammos gyereknek nagy esélyei vannak arra, hogy egészséges felnőtté váljon belőle. Természetesen nem kis munka révén érjük ezt el. Nehéz megmondani. Az biztos, hogy az a rengeteg környezeti ártalom, ami éri a gyerekeket, az nem használ az egészségüknek. Nagyon sok túlsúlyos gyerekkel küszködünk, ami akár a cukorbetegség, akár a magas vérnyomás melegágyát képezi. Ezzel kell foglalkoznunk. Ugyanakkor vannak rendkívül elhanyagolt gyerekek is, akik rengeteg betegséggel küszködnek már picikoruktól fogva. Ez külön feladat ezeknek a gyerekeknek az ellátása. És hát amikor én elkezdtem a pályámat, akkor még közel 200 ezer gyerek született évente, most a 100 000-et se éri el. Tehát nagyon csúnya kifejezéssel sokkal értékesebbé váltak ezek a gyerekek, és mindenkiért foggal körömmel kell küzdeni, szerencsére nem eredmény nélkül. Az egyik nagy nehézséget az adja, hogy 0 évtől, tehát 0 napos kortól 18 éves korig foglalkozunk a gyerekekkel, és teljesen más betegségek fordulnak elő újszülött korban, meg serdülőkorban. A másik nehézség, amit ön is említett már, az, hogy gyakorlatilag az egész családot kell kezelnünk, és amikor a gyerek problémájára koncentrálunk, ugyanakkor egy aggódó szülő, adott esetben türelmetlen, néha urambocsán agresszív szülőt is kezelnünk kell, éppen azért, hogy a gyereket biztonságosan el tudjuk látni. A serdülőkornak a rengeteg problémája, a pszichés problémák hozzátevődnek, ami viszont mégis szépséget ad a gyerekgyógyászatba, és ez adja gyakorlatilag a nehézséget is, rendkívül gyorsan tudnak romlani, tehát nagyon gyorsan romlik egy beteg gyereknek az állapota, tehát nagyon észnél kell lenni, nagyon oda kell figyelni, hogy mikor mit cselekszünk, de ugyanakkor nagyon gyorsan tudnak javulni is. Tehát egy gyerek, hogyha lemegy a láza és rendeződött az állapota, akkor ő már nem szimulál, akkor ő már szaladgál, akkor már felborítja a kórtermet és nem okoz problémát megítélni azt, hogy ő valóban jobban van. Nagyobb felelősség gyermeket gyógyítani ön szerint? Szerintem nem. Egy idősebb korút vagy egy felnőtt korúnak az ellátása ugyanolyan felelősség. Tehát én nem rangsorolnám ilyen szempontból a különböző szakmákat. Mindegyiket lehet szépen felelősségteljesen végezni, és mindegyiket lehet trehányul is. Én úgy gondolom, hogy ha valakinek egy bibircsók van az orrán, annak a betegnek az a probléma ugyanolyan súlyos, mint egy
adott esetben egy életveszélyes betegség egy másik betegnek, és a bibircsókos nem vigasztalja azt, hogy de hát ő nem fog ebbe a betegségben meghalni, mikor ez a mindennapját pedig megkeseríti. Pályám első 28 éve a József András kórház gyerekosztályán telt. Amikor én oda kerültem 1982-ben, egy nagyon fiatal csapat volt. A legidősebb kollega és a legfiatalabb között 6-8 év volt. Tehát gyakorlatilag egy generáció voltunk, egymástól tanultunk, nagyon nagy volt a kihívás, itt maradtunk nagy öregek nélkül, és bizonyítani kellett azt, hogy megálljuk a helyünket. És azt hiszem, hogy mondjam, nagy képviség nélkül mondhatjuk, hogy itt Miskolc és Debrecen ölelésében helytállt ez az osztály, és gyakorlatilag két országos szintű intézmény mellett megfelelő partnerek voltunk, és hasonló színvonalat tudtunk elérni természetesen ez egy komoly csapatmunkával. Aztán 28 év után úgy hozta az élet, hogy kipróbálhattam magamat vezetőként is Kazincbarcikán. 2,5 évig a Kazincbarcika gyermekosztály vezetője voltam, aztán ott szervezés kapcsán bezárták ezt az osztályt. Így visszatekintve azonban hálás vagyok a sorsnak, hogy elkerültem oda. Nagyon érdekes és értékes emberekkel tudtam megismerkedni. Név szerint csak a osztály előző főorvosát, Varga Gyulát említsem, aki jóval 70 év felett intenzíven sportolt, vadászott, teniszezett, és mellesleg Galgócon, egy kis borsodi faluba épített egy nemzetközi szintű oltóanyaggyárat a saját találmánya alapján, és Indiától kezdve Oroszország és külföldre exportálnak a Galgócról egy pár száz lelkes kis faluból oltó anyagot Magyarországról. Azt hiszem, hogy ez nem kis dolog. És minden mellett megtartotta a kapcsolatát, volt munkahelyével, bejárt, felidítő volt vele találkozni és beszélgetni, úgyhogy a sors egyik ajándékának tartom, hogy ő vele megismerkedhettem. És megismerkedtem egy olyan nővérgárdával, akik rendkívül rossz szociális környezetű betegek ellátásába hallatlanul nagy szaktudással és empátiával végezték a dolgukat, és csinálták, amit rájuk bíztak, és nem azért szüntették meg azt az osztályt, mert ők trehány munkát végeztek volna. És ami pedig szakmai tovább lépést jelentett számomra, az ottani szülészeti osztályon, illetve újszülött osztályon ismerkedte meg a Baba Barát elvek szerinti újszülött ellátással, ami meglehetősen átformálta az én szemléletemet is. Miért? Nagyon érdekes dolgok ezek az új dolgoknak a megtanulása. Amikor az ember valamit csinál, akkor megvan róla győződve, hogy azt csak úgy lehet csinálni, és az a lehető legjobb, hiszen szándékosan senki nem akar ártani se a betegének, se ezeknek az újszülötteknek. Amikor mi a régi rendszerbe itt Nyíregyházán 3 óránként a bepólyázott kisbabákat rátesszük a tolókocsira, és mint egy ilyen kenyeres zsúrkocsival, vagy a hónuk alatt a nővérek hordják ki a gyerekeket, akkor mi azt hittük, hogy ez így jó, és ez így természetes, két etetés között hagy pihenjen az anyuka, aztán majd mi eldöntjük, hogy mikor egyen a gyerek. Aztán rájöttünk, hogy ez közel sem így jó, vissza kell menni a természetes felé. Régen 100 meg 1000 évvel ezelőtt az újszülöttet nem választották el az anyukától, mellette volt, amikor megnyikant, az anyuka merre helyezte, a gyerek szopizott, ha 10 grammot, akkor 10-et, ha 20-at, akkor 20-at, megnyugodott, kis gyomra megtelt, és nem okozott ez problémát. Aztán ez az évek során kihalt ez a természetes tudás az emberekből. Volt egy ilyen fellángolás pár évvel ezelőtt, nagy vihart kavartak ezek az otthonszüléses dolgok, gondolom mindenki emlékszik ezekre az eseményekre, amelyek sajnos időnként tragédiával végződtek. Semmiképpen nem vagyok híve ennek a rendszernek, de annak a rendszernek híve vagyok, hogy az otthon melegét, az otthon kényelmét, biztonságát ötvözzük a kórház által adott biztonsággal. A sok éves tapasztalatomból bizony nem egyszer volt olyan, hogy teljesen simán induló vajúdás végül is egy futással végződött, és örültünk, hogy éppen még az anyával beértek a császármetszéses műtőbe, és így ki tudták venni a gyereket, és meg lehetett menteni. Nincs az a mentőszolgálat, ami ezt egy otthonában lezajlott szülésnél meg tudná csinálni. Én úgy gondolom, nagyfokú felelőtlenség veszélyeztetni egy anya és egy újszülöttnek az életét, bizonyos hóbortok miatt. Sokkal egyszerűbb és biztonságosabb az, hogyha a kórházba hozzuk létre a családias környezetet, ahol a férj, az apa, esetleg nagymama, nagynéni ott lehet a vajúdó kismama mellett, amikor megszületés után
azonnal létrehozzuk a bőrkontaktust az újszülött és az anyuka között, nem visszük el a gyereket, majd ráír azt megfürdetni. Most azt, hogy a jegyzőkönyvben mikor írjuk be, hogy hány grammal született a gyerek, nem mindegy, hogy fél órával később vagy hamarabb, nem az a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy az éppen kibottyant gyerkőc kontaktusba, kapcsolatba kerüljön az anyukával. És olyan csodálatos látvány, amikor a egy órás kisbaba, mint egy kis cica elkezd kúszni az anyuka emlője felé, és jelzi, hogy ő már szeretne szopizni, és ezeket végigélni, ezeket végigasszisztálni egy nagyon nagy dolog. Vagy 24 órás roomingin, ugye ez egy korszi kifejezéssel, amikor nap 24 órájában az anyuka és a baba együtt lehet. Természetesen ez nem kényszer. Vannak olyan anyák, akik szeretnének néhány órát nyugodtan aludni. Akkor jelzik a nővérkék felé, hogy ők szeretnék beadni a gyereküket a megőrzőbe, és ők nyugodtan úgy szeretnének aludni, hogy ne kelljen rettegniük közben, hogy a gyerek félrenyel, vagy valami problém van, az is megoldható. Milyenek a mai anyukák? Azért akkorra haladunk előre, generációk jönnek, generációk változnak. Nagyon nehéz válasz. Az anyák egy része, mindenki tudja, kitolódott a születéséket. Egy nagyon jelentős hányada az anyáknak 30 év fölött szüli az első gyermekét. Úgy gondolják, hogy előtte mindent biztosítani kell a gyereknek, legyen meg minden, a zenélő bilitől a nem tudom milyen extra kis ágyig, csak éppen az időből szaladnak ki. Tehát a biológia úgy hozta létre a nőt, hogy 20 évesen kell szülni. Ez az egyik része az anyáknak. A másik része, egy nem kis része, 15 évesen elkezd szülni, megfelelő családi háttér nélkül. 20 éves korukban már a harmadik gyerek jön, se anyának, se apának semmilyen foglalkozása nincs, semmilyen szakmája. Mert az, hogy nincs munkahelye, az egy dolog, az nem biztos, hogy ő tehet róla, de szakmájuk sincsen. És nagyon megkérdezni, hogy ilyenkor milyen jövőt tudnak ezeknek a gyerekeknek biztosítani. Tehát ezek és sajnos nem egyszer előfordul az, hogy a sokadik gyereket már nem tudják hazavinni, nem tudnak megfelelő átteret biztosítani számukra, és akkor jön a nevelőszülő, jön az örökbefogadás, ami mindig egy kicsit úgy belehal az ember, és volna olyan, hogy próbálom rábeszélni az anyukákat, hogy azt mondjam, megértem, hogy önnek olyan a családi helyzet, hogy nem tudja hazavinni ezt a gyereket, csak azt a 4 napot maradjon itt mellette, amíg az előtejet megkapja a gyerek. Egy életre meghatározza az immunrendszerének az érését, hogy azt a 4 napos kolosztrumot, magyarul előtejet megkapja, vagy a gyerek, vagy nem. Van, akit sikerül rábeszélni, van, akit nem. Ezek szomorú dolgok. Ön szerint mennyire meghatározó az, hogy egy gyerek milyen családban nevelkedik, milyen egészségügyi állapottal rendelkezik, az, hogy tulajdonképpen hová születik. És akkor ebben benne van minden. Ugye Nyíregyházán is dolgozott Kazincz Balcika, megint egy más terület, most Kisvárdán dolgozik, tehát nagyon széles körből tud meríteni tapasztalatot ezzel kapcsolatosan. Nekem feláll a szőr a hátamon, elnézés, hogy ezt mondjam, amikor esélyegyenlőségről beszélnek. Nincs esélyegyenlőség. Ez ilyen a világon nincsen, hogy esélyegyenlőség. Az a gyerek, aki egy nagyon rossz szociális környezetbe 9. gyerekként születik, ahol se anyja, se apja, se nagyanyja, se nagyapja soha nem dolgozott, és nem is igényli, hogy dolgozzon. Ahol nem igény az, hogy tiszta legyen a környezet. Az a gyerek nem fog könyvet venni a kezébe, az nem fog tanulni, míg egy másik gyerek, akinek pici korától az első játéka egy kis rágcsálni való kis könyvecske, vagy az internettől kezdve minden a környezeté volt, ezt a hátrányt behozni nem lehet. Tehát nincs az a gazdag társadalom, amely ezt be tudná hozni. Valamennyire lehet csökkenteni megfelelő képzésekkel, iskolával, korai óvodával, de teljesen megszüntetni nem lehet. Most a gyerek táplálkozásával kapcsolatosan vannak egyre precízebb kimutatások, az van is, hogy az első 1000 nap programja, ugye durván az első 2 év már mév, hogy mit eszik a gyerek, milyen zsírsejtel alakulnak ki a szervezetébe, hogy alakul majd a body mass indexe, ugye a magasság meg a testsúlynak. Tehát ez a biológiai egészségét rendkívül meghatározza.
magyarországi példáktól sokkal szörnyűségesebbet, vagy sokkal rosszabbat is látott. Ugye most nem kell bemutatni a főorvos urat, mindenki tudja, hogy speciális mentős csapatnak tagja orvosként, azért nagyon sok katasztrófa helyzetben segített embereken, segített életeken, gyerekeken is, és hát olyan területeken is, ahol tőlünk sokkal rosszabban, vagy nehezebb körülmények között élnek emberek. Most legutóbb hol járt főorvos úr? Hát hála Istennek külföldi nagy akció már nagyon régen nem volt, amiben részt vettünk volna. Most a nepáli földrengésnél nem volt ott volt a csapat? A baptista szeretett szolgálat csapata volt kint, de én személy szerint ebben nem voltam érintett. Én több mint 5 éve voltam utoljára külföldön különböző egészségügyi és egyéb munkai problémák miatt. Zömébe itthon dolgoztunk, a Borsodi árvíz, a Dunai árvíz, illetve itt a megyénkbe előforduló vízbefulladásos esetek, illetve személy átjönéses esetek kapcsán. Volt szerencsém dolgozni Amerikában a Katrina hurikánnál, és ugyanúgy viselkedtek az emberek, mint Indiába vagy Indonéziába. Nincs az emberek nagyon egyformák a világon, egy fajhoz tartozunk, egyformán dolgoznak, icipici különbségek vannak, de ezek nem jelentősek. Volt, aki hálás volt a munkánkért, volt, aki együttműködött velünk, volt, aki követelőzött, a föld minden területén. Amikor kinn volt ezeken a speciális mentéseken, akkor miben segítették az ottani orvosok vagy mentősök munkáját, vagy nem tudom, hogy ez hogyan történt szervezetten. Mi volt a feladat magyarán? Szerte ágazó a feladat, attól is függ, hogy milyen jellegű a katasztrófa, illetve a katasztrófát követően mikor érkezünk a helyszínre. Hogyha egy-két napon belül meg tudunk érkezni, akkor a kutatómentés a elsődleges feladat, tehát a romok alól kivett sérülteknek az ellátása. 4-5 nappal a katasztrófa után inkább már a kisebb sérülteknek az ellátása, hiszen súlyosok azok vagy meghaltak, vagy valahova már elszállították őket, illetve a gyógyszer és ellátás nélkül maradt krónikus betegeknek a ellátása, az időközben kialakult fertőzéseknek a kezelése, ez az elsődleges feladat a csapat ellátása mellett. Ez egy nagyon laikus kérdés, de mindig megfordul az ember fejében, hogy azok, akik kimennek és segítenek, nem félnek. De félünk. Azért tréningezünk, azért készülünk fel ezekre a bevetésekre, azért vigyázunk nagyon egymásra. Tehát olyan társal, aki semmitől nem fél, azzal nem szabad kimenni, mert az vagy önmagát, vagy bennünket fog veszélybe sodorni. Tehát volt egy-két olyan jelentkező a csapatainkban, akik nagyon bátran jelentették, hogy ők semmitől nem félnek, őtőlük igyekeztünk minél hamarabb megválni. Hogyan került be a mentős csapatba, a speciális mentőkhöz? Véletlen, ha egyáltalán létezik ilyen véletlen. 1999-ben a koszovói háború kapcsán TV műsorokban láttuk a menekülteket, ahogy áramlanak Macedónia, illetve Albánia felé. Aztán hallottam a híradásból, hogy a székesfehérvári speciális mentők mennek Koszovóba menekültellátásra. Felvettem a telefonkapcsolatot Pavelce Lászlóval, és a 2 héttel később az első váltásban benne voltam. Aztán innentől kezdve megpecsételődött a sorsom. Kellett-e valami különös végzettség, képzettség ahhoz, hogy egy ilyen csapatba bekerülhessen, vagy később? Említette, hogy folyamatosan tréningelnek. Hogyan tréningelnek ezekre a váratlan helyzetek? Amikor én jelentkeztem a csapatba, akkor egy egyszerű gyerekorvos voltam, semmilyen más képzettséggel nem rendelkeztem. Azóta megszereztem a mentőbúvári végzettséget. Gyakorlatilag azokkal a kisgépekkel, feszítővágó, motoros fűrész, agregátor, szivattyúnak a kezelés, amit a katasztrófédelem is használ, mondhatom, mindegyik készülékre van jogosítványom, van kishajóvezetői engedélyem, árvizeknél lehet ezt jól hasznosítani, és hát a jó kondíciónak a tartása céljából túrázunk, hegyet mászunk, búvárkodunk, igyekszünk így lépést tartani. Nagyon sokfajta esettel találkozott, és mentett is meg ember életet. Melyik, vagy milyen szituáció volt a legemlékezetesebb? Vagy maradt a legemlékezetesebb? Nagyon nehéz erre is válaszolni, hiszen te egy ilyen mozaik kóvályognak az ember fejében a 15 évnek az eseményei, szinte mindegyik nevezetes volt. Engedje meg, hogy egy
egy nem is ilyen egzotikus helyet említsek. Felső Zsolca nagy része összedőlt a Borsodi árvíznél. A szakemberek végigjárták a települést, és a megsérült házakra kitették a táblát, omlásveszély, életveszély, belépni tilos. Hát igen ám, de abban a házban bent volt az összes irata az ott bent lakóknak, némelyik házban azért komoly értékek is maradtak, azokat ki kell valahogy hozni. És mi jelentkeztünk a Felsőzsolcai önkormányzatnál, hogy mi rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, hogy mi igenis be tudunk ebbe a házba menni, biztonságosan, természetesen odafigyelve egymásra, nem virtuskodva. És megérkeztünk egy házhoz, egy 80-valahány éves néninek a háza omlott teljesen össze, ott volt a néni, ott volt a két lánya, unokája, még idősebb bácsi elhelyezték valahol a családnál. A másfél-két órás munkával kiástuk a szekrénysor alsó részébe a átázott vályoggal eltemetett hollóházi porcelán étkészletet. Nagyon hálálkodtak, kérdezték, hogy mivel tartoznak, mi hogy tudnánk ezt megköszönni. Mondjuk, hogy tudják mit, amikor ez a ház újjáépül, és az első ünnepi ebédet elfogyasztják, ebből a hollóházi készletből egyék meg azt a húslevest, ezzel fogják a mi munkánkat megköszönni. És kérdeztük, hogy és van-e még valami, amiben tudnánk segíteni. És akkor mondja mama, hogy hát legbelül a fürdőszobába bent maradt a papa borotvája. És hát ő csak azt tudja használni, és hogy esetleg ki tudnánk-e azt hozni. Hát a félig összedőlt házba két ajtót kellett szabályosan baltával betörni, míg eljutottunk a fürdőszobához, kihoztuk a borotvát, nehogy ezen múljon a házasságuk boldogsága, hogy a papa borostás lesz és szakállat nevezd. És mire kihoztuk a borotvát, ott már mindenki nevetett. Most tessék elképzelni egy 80-valahány éves nénit, aki áll az összedőlt háza mellett, és potyognak a könnyei a nevetéstől. Mert egyébként elveszített mindenét. Gyakorlatilag mindenét elvesztette. Veszélyben volt jó, az hát élete. Kapott ígéreteket, hogy majd újjá fogják építeni, de hát ezt úgy hiszi is, meg nem is az ember, amikor ott áll. Ugye szoktak ilyen katasztrófa helyzetekbe pszichológusokat, szakembereket hozni, segíteni, feldolgozni a katasztrófát. Én azt hiszem, hogy ott mi egy kicsit pszichológusok voltunk, és mosolycsaltunk a néni szemére, és boldogan jöttünk el. Ez itt volt a szomszédban. Tehát nem kell ezért félvilágot át utazni, hogy az ember segíteni tudjon. Főorvos úr, a következő években van-e még valami terv, cél, amit maga elé kitűzött? Ugye Kisvárdán dolgozik, a gyermekosztályon aktívan, azért még nyugdíjig van egy jó pár év, tehát tudja tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, szülőkkel, páciensekkel foglalkozni, illetve hát még a mentőcsapat munkáját is segíteni. Bőven. Amíg egészségi állapotom engedi, mindenképpen szeretném ezt a mentőmunkát is végezni. Akárhogy számoljuk, azért a orvos szakmai munkámnak végül is a vége felé közeledek, igaz, hogy még 6 év van nyugdíjig, de hát amilyen gyorsan szaladnak az évek, ez a 6 év is nagyon gyorsan el fog szállni. Nagyon jó lenne, hogyha lennének olyan fiatalok, akiknek át tudjuk adni ezt a munkát. Ahogy mondtam az elején, hogy az, hogy én gyerekorvos lettem, illetve a csoportunknak a fele gyerekorvos lett, az két csodálatos gyakorlatvezetőnek volt köszönhető. Jó lenne ilyen fiatalokkal találkozni, és azért vannak is időnként. Szigorlók, 5 évesek rendszeresen jönnek hozzánk gyakorlatra, és van közöttük olyan, akinek csillog a szeme, amikor magyarázunk viziten, vagy egy-egy gyerekkel összehozzuk, és sikerült már egyet-kettőt idézőjelbe elcsábítani. Tehát én ebben látom a leginkább a feladatot. Én úgy fogalmaztam meg, hogy az orvospályát vagy úgy kellene beosztani, divatos ez az életpálya modell. Úgy kellene csinálni, hogy az első negyedébe az ember tanul. Amikor kijövünk az egyetemről, az csak egy potenciális orvos, akkor még nagyon nagy, éppen lehetősége van meg annak, hogy megtanuljunk dolgokat. Aztán a középső része a pályának az, amikor úgymond az ember a csúcson van, és a legmagasabb színvonalon tudja a munkát végezni, és nagy a teherbírása, és ügyelet és egyéb terhelés bírja. És a vége pedig arról kell, hogy szóljon, hogy átadja azt a sok-sok tapasztalatot, amit addig gyűjtött. Sok esetben tapasztaltam olyat, hogy kollégák, anélkül nevesíteném őket, foggal körömmel ragaszkodtak a pozíciójukhoz, és nem neveltek maguk mellé fiatalt, hogy nehogy aztán az majd kiszorítsa őket, vagy leszorítsa a trónról.
Én úgy gondolom, hogy ha én felelősséget vállalok a rám bízott gyerekekért, akkor ebbe a felelősségbe az is beletartozik, hogy amikor én már nem fogok dolgozni, ezek a gyerekek, vagy az akkori gyerekek, akkor is megfelelő színvonalon legyenek ellátva. A speciális mentő munkáról pedig csak nagyon röviden, pár évvel ezelőtt mi kapcsolatba kerültünk a Hargitai megyei mentőkkel. Elmentünk a csíksomlyói búcsúra, ott részt vettünk a biztosításba, elkerültünk a gyimesi szorosba, és ott kezembe került Sebő Ödönnek a Halálra ítélt zászlóalj című könyve, amelyben leírja azt, hogy 44-ben hogy törtek ki az orosz bekerítésből. Ennek a kitörésnek az útvonalát feltártuk, megkerestük a jelenlegi térképekkel, összevetettük, kialakítottunk egy turistautat, és az idén lesz a 6. túra, amin végigmegyünk közel az évfordulón, augusztus végén, és ez beindított egy olyan folyamatot, illetve részévé vált egy olyan folyamatnak, tavaly a Duna Televíziós hazajáró stáb is részt vette az utunkon, és népszerűsíti a túránkat. Tehát ez a hagyományőrzés, ez a nagyon finoman fogalom, ez a nemzettudatnak az erősítése. Anélkül, hogy bármelyik nemzetet magunkénál alacsonyabb szintűnek gondolnánk, én úgy gondolom, és ez nemzetekre és emberekre is vonatkozik. Én igyekeztem úgy nevelni a gyerekeimet, hogy senkit ne nézzél le, de senki ne előtt essél a hasra, senki előtt ne hajtsál indokolatlanul, vagy megalázkodva térdet vagy fejet. Senkitől nem vagy különb, de senkitől nem vagy gyarló se, ha becsületesen élsz. Ugyanez vonatkozik a nemzetekre is, és én úgy gondolom, hogy lehet ezt úgy sem. Talán egyszer a szomszédos nemzetek is megértik azt, hogy amikor mi emlékezünk magyar mi voltunkra és magyar hőseinkre, az nem az ő hőseik ellenébe van, hanem egyszerűen ehhez nekünk jogunk van. Köszönöm szépen, főorvos úr, hogy eljött hozzánk, beszélgethettünk önről, és hát szerintem fogunk is még. A nézőknek a figyelmet köszönöm, egy hónap múlva találkozhatnak legközelebb ezzel a műsorral, viszontlátásra. A műsor helyszínét Sóstóhegyen a Tüskevár biztosította. Szálloda, a panzió, étterem egy gyönyörű tóparti környezetben.